Ez a Farkasverem a hírefem történelem órája. Műsorvezető társam Máté Aron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának alelnöke. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm vendégünk a vendégünk pedig Kolontári Attila történész, a NEB tudományos főmunkatárs. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat! Szinte napra pontosan 85 éve, 1939. augusztus 23-án született meg az a paktum, az a német-szovjet paktum, amelyik a második világháború kirobbanásának egyik fontos előzménye. Nevezik Molotov-Ribbentrop paktumnak is, náci-szovjet paktumnak, Hitler-Sztálin paktumnak is. Arra kérem önöket, arra kérlek titeket, hogy segítsetek az idevezető utat egy, egy picit kikövezni, hogy hogyan jutottunk el mondjuk a Müncheni konferencia utántól ehhez a bizonyos megállapodásig. Attila? Hát itt talán még előbb felvetjük még az események vonalát. Ugye a Müncheni konferencia az igazából csak egy részállomás volt ezen az úton. Sokan szokták döntőjelentőségnek mondani és ebből levezetni a Molotov-Ribbentrop paktumot, mint egy olyan kényszerlépést, amit ugye a szovjetek kénytelenek voltak meglépni, hogyha nem akarnak valamiféle összehangolt nyugati támadás áldozatai lenni. Azonban a dolog ennél lényegesen bonyolultabb volt. Hát itt talán mindenek előtt a történések kapcsán megígézhetjük, hogy az egész folyamat egy nagy diplomáciai pókerjátszma volt, szokták így nevezni három szereplővel. Az egyik oldalon a brit-francia tandem, a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország, és hát gyakorlatilag a póker játék legtöbb elemét itt felsorolhatjuk, meg meg, meg voltak a diplomáciai tárgyalások során, a licit, a tétek emelése, a blöf, a hazardírozás, a póker az, tehát a másik félnek a félrevezetése. Ezek mind olyan elemek voltak, amik ezeken a diplomáciai tárgyalásokon nagyon keményen jelen voltak. Annyit még nagyon fontos a Molotov-Ribbentrop Paktum megértéséhez megjegyezni, hogy amikor Hitler és Stalin megkötik ezt a paktumot, ők mind a ketten pontosan tudják, hogy a kettőjük közti összecsapás az elkerülhetetlen. A paktumban mindegyiküknek az a célja, hogy ez az összecsapás, ez számukra kedvező feltételek mentén következzen be. Mire gondolok? Tehát nyilván Hitlernek elsősorban az a célja, és ezt nagyon rövid távon el is éri, hogy Németország elkerülje a két fontos háborút. Ugye ez 1914 18 ak egy nagy és komoly, súlyos tapasztalata volt a németek számára, hogy elkerülje a két frontos háborút. Arra számít, hogy előbb ugye Lengyelország felé rendezi a helyzetet nézőjelben, aztán a nyugati hadszíntéren és így módon sikerül egyrészt megteremteni egy német kontinentális hegemóniát. A britekkel ő valamiféle olyan módusz gondolkodik, hogy ugye a briteknek meg lenne a gyarmid birodalom, de a kontinensen ugye a Németország szava lenne a döntő, és majd ezt követően a kontinens egészének erőforrásaira támaszkodva fordulna, vagy fordulhatna a Szovjetunió ellen. Hát meg a szovjetek is tartottak attól, hogy két tűz kerülnek, hogy a Japán irányi keletről megtámadják őket. Nem? A, a a szovjetek már az 1930-as évek közepétől belebonyolódtak a kínai, hát én nem is tudom, hogy polgárháborúnak nevezzük, vagy a teljes káosznak, részben ott az úgynevezett kevet Turkesztánban, ez a mai Xinjiang uigur tartomány Kínában, részben pedig ugye 1905 óta, tehát az orosz-japán háború óta azért, azért volt, tehát mondjuk úgy, hogy megvoltak a stratégiai érdekelmentétek Oroszország és Japán, vagy hát a Szovjetunió és Japán között. Ami, ami, viszont igazán izgalmas, hogy tulajdonképpen az egész történet onnan indul, hogy mind a két hatalom az úgynevezett Versályi békerendszer vesztese. Sőt, fokozzam tovább, a páriája. Tehát Létrejön 1918 után, mondjuk 1920-ig bezárólag egy új nemzetközi rend. Ez elsősorban Európára vonatkozik, de mivel akkoriban még Európa a világ közepe, bár ugye elkezd átcsúszni az Egyesült Államok felé, ez globális berendezkedést is jelent. Most ebben a egyszer nem, nem nem tudnak se gondolkodni, se energiájuk, se érkezésük nincs rá a győztes hatalmaknak, hogy mit kezdjenek szovjet Oroszországgal, és mit kezdjenek Németországgal. A franciák még a háború elején abba gondolkodnak az oroszokkal együtt, hogy Németországot föl kell darabolni. Na most ehhez nekik már nincs erejük a háború után, meg ebben se a britek, se az amerikaiak nem partnerek. Jó, de akkor mi legyen a németekkel? Nincs nekik hely az új nemzetközi rendben. Szovjet Oroszországa ugyanígy nem lehet mit kezdeni. Ugye ezt a kordon sanitér az egészségügyi kordon felállítását próbálják a franciák, Románia, Lengyelország, Balti államok, Finnország. Ezzel elszigetelik, és utána ott magukban, távoli keleti pusztákon azt csinálnak, ami jó esik. Igen, csak hogy ez a két hatalom egymással talál. Németország és mm. ö, ö, Szovjetunió. Az egésznek részben egyébként a szovjet-lengyel háború vagy, szovjet, vagy a lengyel-bolsevik háború is az oka. A lengyelek bebizonyítják, hogy őket nem lehet csak úgy veszedni a térképről, ebben magyar segítséget is kapnak elég hathatósan, meg kell kötniük a szovjeteknek a rigai békét, és hát mi hozna össze jobban két hatalmat, mint a közéjük szorult közös ellenség. Most nagyon csúnya veszek, egy, egy, akkori nagy német, tehát aldajcs, birodalmi, imperialista gondolkozású politikus számára, az, hogy egyáltalán Lengyelország velük egyenrangú országként létezik az önmagában kihívás, hogy ne mondjam sértés. A szovjetek számára a cári orosz hagyományokat felvéve szintén. Bebizonyosodik a szovjetek számára, hogy az európai forradalom nem következik be. Ők ugye már tervezték, hogy Lengyelország után, majd Németország és itt. Ez nem következik be. Tehát 1920 21 körül már a megmaradt német haderő, a rejszfér főparancsnoka Hans von javasolja, hogy egy közös német-szovjet felvépés vegyen Németország elven, és utána a diplomáciai-gazdasági elszigeteltségből a kiterést a rapajói megállapodás jelenti, amelyet Németország és Szovjet Oroszország köt meg 1922-ben. Aztán ezt még tovább fokozzák, hogy az egyes szovjet köztársaságokkal is, ami hát egy kicsit ugye hát hogy úgy mondjam, diplomáciai csemege a szórakoztatóipar, diplomáciai szórakoztatóipar világából, de 1923-ig bővítik, és meg is indul egyébként. Tehát mind a két fél úgy érzi, hogy van mit kínálni a másiknak, németek technológiát, szakértelmet, ipari termékeket, szovjetek pedig beruházási lehetőségeket és nyersanyagokat. Sőt, még ezt annyiban ki lehet egészíteni, hogy a 20-es évek második felében, a 30-as évek elején egészen, ugye Hitler hatalomra jutásáig van egy nagyon intenzív katonai együttműködés is a két ország között. Titkos. katonai Igen. és titkos Tankok együttműködés. Meg, ugye részben ugye vezérkarok katonai vezetés szakértéket küldenek egymáshoz. A Szovjetunió területe kiválóan alkalmas arra, hogy az Antant figyelő személy elől rejtve a németek ott, ott harckocsi kiképzést kapjanak, repülőkiképzést, repülőket gyártsanak, tehát a Junkers gépeket gyártanak Moszkva melletti Filiben például, ugye máshol vegyi fegyverek alkalmazását próbálják itt. Egy nagyon-nagyon intenzív katonai együttműködés van, ez egy nagyon fontos hozadéka annak a közeledésnek, ami ugye, ahogy Áron itt említette, 1922-ben rappallóban megindul, 26-ban aztán barátsági és megnemtállandási megállapodást köt a két ország, a Szovjetunió és Németország, és ebben jelent majd egy törést, ugye Hitler 1933-as hatalomra jutása. De aztán mégis csak eljutunk 39-ig, tehát 39. augusztus 19-én, ugye ha jól tudom, akkor Ribbentrop elutazik, utazik, bocsánat, Molotov, Ribbentrop elutazik Moszkvába, és ott tárgyalnak Molotovval. Azért, és azért és egy gazdasági megállapodás, igen? Igen, van -e egy gazdasági megállapodás, is előkészíti. Azt Berlinben kötik. Azt Berlinben? Igen, az Berlinben 19-én, illetve pontosabban ugye már 20-án hajnali kettőkor írják alá, de antedatálják, tehát visszadátomolszák 19-ére, és valóban ez e, egy bevezető, igazából Ribbentrop, Augusztus 23-i Moszkvai útjához. Ugye a szovjetek egyébként zseniálisan csinálták a diplomáciát ebben az időszakban. Ugye a németek ugye a készülő lengyel hadjárat miatt nagyon szorult helyzetben voltak, hogy megegyezzenek a szovjetekkel. A szovjetek húzták, halasztották a dolgot, közölték ugye augusztus közepén, hogy amennyiben a németek hajlandók aláírni a gazdasági megállapodást, akkor lehet szó Ribbentrop-moszkvai útjáról, tehát ez gyakorlatilag azt jelent, ez egy nagyon komoly nyomás volt, mert azt jelentett, hogy a németek a kereskedelmi és gazdasági megállapodásban gyakorlatilag az összes szóját, feltételt elfogadták. Hogy én csak nem biztos, a hallgató kedvéért mondom, hogy bő egy héttel vagyunk Lengyelország megtámadása előtt. Egy olyan szeptember első előtt. Igen. így van. Tehát ennyire rövid a határidő. Tehát határ a németek idővel. érzik, hogy kifutnak az időből, és a szovjetek ezt nagyon ügyesen kihasználják. Megtörténik a gazdasági megállapodás. Aláírnak egy tíz éves meg nem támadási szerződést, de van egy titkos záradék is. Ki javasolja ezt a titkos záradékot, amelyben felosztják érdekszférákra? Na most egy keletet. pillanat. Tehát amit, amit uh, itt az Attila mondott, az, 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 hogy mondjam, csak a hab volt a tortán. Tehát amit Sztálin József vezetésével a szovjet diplomácia előad, a megelőző mondjuk azt, hogy bő fél évben, egy évben, az egész egyszerűen szenzációs. Tehát egy olyan drámai színjátékot rendeznek egész Európa számára, ami, ami valahol azért párját ritkítja. Tehát ne becsüljük le, tehát a, a szovjet, illetve orosz hagyományban van egy, egy nagyon ügyes diplomáciai ö, érzékenység, tudás, és ennek a, a megkonstruált előadása. Ugye hát ők tárgyalásban vannak a Franciaországgal, a britekkel, a lengyelekkel. Hát ugye a lengyelektől egészen átlátszó módon azt kérik, hogy engedjék át a szovjet csapatokat. Ez még előbb is fölmerül, hogy amikor még létezik Csehszlovákia, tehát még ott, ott, ott előjönnek ezek a kérdések, hogy engedjék át a szovjet csapatokat, hogyha Csehszlovákiát megtámadják a dévetek. Hát a lengyelek természetesen azt mondják, hogy hát ez, ez szóba sem jöhet, mert ugye egyszer már voltak itt szovjet csapatok, és az nem volt olyan kellemes, igen. Tehát egyszerűen egy, egy szenzációs dolgot adnak elő, és erre tudnak később hivatkozni, mint egy krokodil könnyeket tont, hogy hát mi megpróbáltunk megállapodni a franciákkal, a britekkel, de hát a burzsó államokkal ez, ez, ez nem volt, nem volt Időt kellett vásárolnunk, a németekkel való megállapodás. Tehát nyilvánvalóan ez ugye a fügefa levél. Így van, tehát itt annyit még kiegészítésként, hogy ez a két tárgyalás Moszkvában szinte párhuzamosan zajlik, tehát amikor augusztus közepén, tehát a, a brit-francia katonai delegáció augusztus 12-én érkezik meg, és kezdi meg az igazán nem könnyű megbeszéléseit a szovjet katonai vezetéssel, Vorosilovval, illetve Saposnyikov vezérkari főnökkel, és Hát ugyanezekben a napokban nagyon intenzív, szinte napi szintű érintkezés van Molotov külügyi biztos és a német követ Friedrich von Schulemburg között, és ezek a megbeszélések már Ribbentrop-Moszkvai útját készítik elő. Tehát ez időben is szinte egybeesik, de legalábbis nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Napok választják el ezeket a történéseket egymástól. Akkor csak nem hagyom. Ki ajánlotta föl, hogy osszák fel Európát? Kinek az ötlete volt ez? Én azt hiszem, hogy a szovjetek ebben is mesteriek tudnak venni. Tehát megvárják, amíg a másik megteszi magától azt az ajánlatot, amit ők egyébként is akartak volna. Tehát itt tulajdonképpen a németek azok, akik türelmetlenkednek. Egyébként a két karakter, a két diktátor karakterében is van egy ilyen óriási különbség, Hitler ugye egy hisztérikus, kicsit úgy érzi, hogy ő neki a sors nem adott elég időt, sietnie kell, Sztálin pedig maga a keleti türelem megtestesít, ugye pipázik, a nagy bajsza mögé elbújik, Tehát itt a két karakter között is van egy, egy ilyen jellegű különbség, Sztálin tud várni, és megvárja, amíg, amíg a német részről elindul ez az ötletelés. Így van, annyit még ez érdemes hozzátenni, hogy májustól, 39 májusától zajlanak nagyon intenzív tapogatózó megbeszélések a német-szovjet közeledés terén. A helyszín kezdetben Berlin. Itt alacsonyabb szintű diplomaták tárgyalnak egymásra, a szovjet részről a követség ügyvivője Georgi Asztahov, német részről pedig Karl Schnurre, aki a külügyminisztérium gazdaságpolitikai osztályának volt egy vezető tisztviselője, de volt, amikor harmadik ország képviselői töltöttek be közvetítői szerepet, mikor olyan információkat akartak eljutatni a másik félhez, amiket közvetlenül még túl kényesnek vagy túl éreztek volna. Tehát ez fokozatosan 39 tavaszától formálódik. Ki. Az eddigi ismereteink szerint, amikor ténylegesen megjelenik az, hogy Ezeket a felmerült kérdéseket Németország és a Szovjetunió között egy külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az augusztus 17-e Molotovnak a Schulenburghoz intézett jegyzéke. Ugye ebben mondja ki azt a meg támadási szerződéshez, kell egy különleges jegyzőkönyvet, akkor ezt a kifejezést használta, illeszteni, emellett alá kell írni egy különleges jegyzőkönyvet, ami szerves része a megállapodásnak, és ebben kell a felek között felmerülő kérdéseket szabályozni, érdekszférákat elhatárolni. Itt nagyjából egyébként már a puhaltolózó tárgyalások során többé-kevésbé kiderül a felek számára, hogy ki mit vár. Tehát nem teljesen nulláról indulnak ezek a megbeszélések Moszkvában ribbentrop tárgyalásai során. de nagyjából lehet sejteni, hogy ki mit vár a Baltikum kapcsán, ki mit vár Lengyelország vagy Besszarábia kapcsán például. Úgy maga ez a titkos dokumentum, ez a Nürnbergi perben lesz nyilvános, amennyire én tudom, ott a Rudolf Hessnek az ügyvédje szerez belőle egy amerikai másolatot. Tehát miért kellett ennyire titkolni ezt a megállapodást? Milyen viszonyban volt ez az akkoriban érvényes nemzetközi sztenderdekkel vagy normákkal? Hát ugye gyakorlatilag a Szovjetunió ekkor még része a népszövetségnek, tehát a korabeli ENSZ-nek. Tehát elvileg ők egy ilyet igazából nem írhattak volna alá. Mert ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy ott a, a szintén a klub tagsági igazolványa rendelkező, tehát Citel a Népszövetség részét képező ö, államok megszűnéséről beszélnek. Magában a jegyzőkönyvben persze ezeket így azért nem teljesen mondják ki, ö, az is lehet egy érdekes kérdés, erről az Attilával már egy, egy korábbi ö, alkalommal beszélgettünk egyszer, hogy mennyire egyértelmű ez a jegyzőkönyv. Hogy, hogy, hogy tényleg ott őszinte barátság kezdete volt-e, vagy a gengszterek között szokásos az, hogy azért félszemben már nézzük a következő lépést is történet. Ö, mondjuk azt, hogy ö, semmiképpen. Tehát ö, titokban, persze mindent vehet. De, de ez, 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 azért így nagyon erős volt ebben a formában. Attila? Egy érdekes adalék csak, ugye itt elhangzott az, hogy amikor kerül nyilvánosságra a titkos jegyzőkönyv, ehhez még annyit érdemes talán hozzátenni, hogy az amerikaiak már másnap tudták. Ugye ez a következőképpen történt. A Ugye Ribbentrop mellett a paktum előkészítésén nagyon aktívan munkálkodtak a német követség olyan diplomatái, mint Friedrich von Schulenburg vagy Gustav Hilger. Ők más megfontolásból, tehát ők valóban ezt a német-szovjet közeledést a rapalló irányvonalhoz való visszatérésként próbálták értelmezni az európai feszültség enyhítéseként, enyhüléseként, a háborús fenyegetés csökkentéseként, és valójában ugye ekkor 23 24-ére viradóra lett nyilvánvaló számukra az, hogy itt igazából a felek, tehát Stalin és Hitler a nagy európai háború felé egyengeti az utat, ez ugye mind a kettőket jelentősen ugye megviselte. Schulenburg volt az, aki amikor 24-én hajnalban reggel visszatért a követségre, akkor magához rendelt az egyik beosztott diplomatáját, Hans Henrik Herwald von Bittenfeldet, tehát egy német antináci arisztokrata volt, akiről tudta, hogy kapcsolatban áll az angol szászokkal, kapcsolatban az amerikaiakkal, és részletesen beszámolt neki a meg nem támadási szerződés és a titkos jegyzőkönyvről is. Bittenfeld azonnal felhívta az amerikai követség munkatársát, Charles Bolent, tovább az információkat. Ezek az információk este már ott voltak Gordon Hanley, illetve Roosevelt asztalán. Ők ennek ellen nem siettek valamiért, tehát uh, itt uh, erre nem tudok pontos választ adni, hogy valamiért ők ezt nem siettek gyorsan nyilvánosságra hozni vagy kiteríteni. Igen, tehát hogy kinek a fejébe gyulladt fel a lámpa, hogy tulajdonképpen ezzel a megállapodással itt a, a hitleri agresszió útjából elhárult egy nagyon komoly akadály. Ezt mindenki megértette anélkül, hogy tudták volna a, a jegyzőkönyv titkos részveteit. Mm. Tehát az, hogy például a nyugat-európai Kommunista Pártok egy teljes irányvonalváltásra kapnak utasítást. Tehát onnantól kezdve nekik nem szabad támadni a náci Németországot. Ez, és ez csak egy példa. De aki, tehát ez Moszkvából utasították? Igen, őket, hát ugye hogy egy szovjet világpártról beszélünk igen. tulajdonképpen, amelynek vannak helyi kommunista verakatai, tehát ott, ott egy teljes teljes irányváltás van, de ez csak egy példa. De, de pusztán az, hogy elmegy a maga a német külügyminiszter Moszkvába, és ott valami fontos dolgot aláír. Szóval, akinek egy cseppesze volt már, bocsánat, az teljesen világosan látta, hogy ez, ez, ez nem csak valami, nem tudom, fenyőfaszállításról, vagy, vagy gabonaszállításról, vagy valami gyárépítésről szóló piszvécsári dolog, hanem azt, hogy ez egy fordulópont. A szovjetek, a szovjet lakosság tudott erről? Mert hát ugye ott úgy volt beállítva, hogy a fasizmus elleni harca a leges legfontosabb. A kommunizmus hát fő célja. Így van, tehát hosszú éveken keresztül a szovjet propaganda kifelé és befelé is. Ugye azt sugallta, hogy a legnagyobb ellenség a Szovjetuniónak a náci Németország, és a Szovjetunió pedig következetes békepolitikát folytat. Ugye ezt kellett aztán átállítani nagyon gyorsan a pillanatnyi szükségleteknek megfelelően 1939 őszén. Erre egyetlen példa, ha már a propagandánál tartunk. 1938-ban nagyon gyorsan a híres szovjet filmrendező Szergei Eisenstein megrendezi az Alekszard filmet, hogy a magyar leze égmezők lovagja. Olyan gyorsan kell az a film, a sztálini propagandának, hogy például a téli nagy csata jelenteket, az nyáron veszik fel, tehát megcsinálják a megfelelő díszleteket egy viszonylag nagyobb területen, és ott veszik fel ezeket a csata a nagy nyári hőségben. Amikor 38 őszén bemutatják, akkor egy sikerfilm lesz a Szovjetunióban. Ugye maga a történet arról szól, hogy Stalin nagyon szerette a történelmi párhuzamokat, nagyon szeretett történelmi párhuzamokkal példálózni, hogy Alexander fejedelem is két ellenség között őrlődik, tatárok és a németek. Maga a film egyértelmű utalást ad arra, hogy a fő ellenség a németek. A tatárokkal még lehet várni, zárjó elve tehetjük, ez, ezzel Sztálin azt hiszen, hogy a japánokkal még lehet várni, de a német a fő ellenség, és hogyha valaki megnézi ezt a filmet, akkor láthatja, hogy itt tényleg ezeket a teuton lovagokat én abszolút ősgonosznak mutatják be a filmnek, nagyon direktek az áthallások. Tehát ez a film óriási sikerrel megy, és ezt 39 augusztusában hirtelen be kell vonni, tehát le kell venni a mozik műsoráról, egészen majd 1941 nyaráig. Tehát ez csak egy apró adalék, érdekes adalék a propaganda átállítására, ugye itt Áron említette a kominternt. Sztálin szeptember 7-én találkozik a Komintern első emberével, Georgi Dimitrovval, és megadja neki az utasításokat, hogy hogyan kell átépíteni, áthangolni a kommunista pártoknak a propagandáját. Ez nem feltétlenül megy könnyen, a brit kommunista párt például ugye 39. szeptemberében még olyan cikkeket, olyan jelszavakat tesz közzé, hogy Lengyelországot elárulni, annyi, mint Nagy-Britanniát elárulni, aztán Moszkvából megjön a figyelmeztetés, hogy ez itt most nem, nem helyén való, nem kívánatos politika, így van. Ebben az utasításban aztán egészen világosan megmondja a kommunista pártoknak, hogy az imperialista államok két csoportja között ugye háború zajlik, a Szovjetuniónak és a kommunista pártoknak pedig az alapvető érdeke, hogy ez a háború ez minél jobban elmérgesedjen, a harcoló felek minél jobban legyengítsék egymást, és akkor majd a Szovjetunió meg ezeknek az országnak a munkásosztálya, vagy friss erőkkel megdönti a kapitalista rendszert, hogy ezt Stalin milyen dimenziókban gondolta, 39-ben valószínűleg kontinentális méretekben. Tehát ha úgy gondolta, hogy ennek a következménye, ennek az egésznek egy következménye, ez mondjuk Németországnak a mondjuk bolsevizálása lesz, akkor ugye az egyenértékű volt számára kontinentális Európa bolsevizálásával, ez azonban nem következett be. Tehát ugye itt még egyszer annyit érdemes megegyezni, hogy a sztálini stratégia arra épült, hogy a Szovjetunió kimarad a háború kezdeti szakaszából, a németek és a nyugati szövetségesek között egy nagy, az első világháborúhoz hasonló, pusztító, egymást legyengítő anyagháború, nagy emberáldozatokat követelő háború következik be, és a Szovjetunió majd, ez megérleli a helyzetet a társadalmi forradalomra, a Szovjetunió pedig friss erőkvel majd kimondja a döntő szót a legyengült felek között. Na most ez, az, ami, ez a koncepció az, ami tulajdonképpen 1940 nyarán megbukik, amikor ugye Franciaország nagyon gyorsan kapitulál gyakorlatilag néhány hét alatt. Most a stratégiai helyzethez azért annyit jegyezzünk még meg, ugye elhangzott itt már a két kétfrontos kérdés a Szovjetunió esetében, hogy 1939 május elejétől éppen szeptember első feléig zajlik a szovjet-japán kisháború Mongólia területén ez a Karkin folyó környékén vívott csaták összessége. És itt az is izgalmas, amit az Ativa mondott, hogy mindenki az első világháborúban gondolkozik. Mert hát miben is gondolkozna másban? Az a tapasztalat, az a generáció, amelyik akkor volt fiatal, tiszt vagy kezdő az, az, az most beérett, ott van a pozíció. Na de pontosan ez a mongolia területén vívott csatasorozat mutatja meg azt, hogy milyen lesz a jövő háborúja. Tehát nagyon furcsa módon itt a szovjetek azokat a módszereket alkalmazzák, páncélos csapatok, ékszerű előretörése, mélységi bekerítés, végierő fölénye, akkor a nagyon hosszú ellátási távolságok ugye ezt motorizálva oldják, meg mm -hmm. rengeteg teherautót küldenek, a japánokat tönkreverik. A szovjetek Zsukov marsal vezetésével. Tehát itt azért a megállapodásban lehet, hogy az is benne volt, hogy, hogy a szovjetek még, még nem érezték teljesen verendezve, meg, meg azért a Japánnal ezek után kötik meg ö, ö, szintén a meg nem támadási ö, szerződést. Ö, én csak egyetlen egy megjegyzést szeretnék visszatérve Dimitrov szerepéhez, hogy a szerencsétlen Dimitrovnak milyen verejtékes munka lehetett. Ugye ő volt az, aki 1934-ben kidolgozta az antifasiszta népfront koncepcióját, pont a Kominterd részéről, amelyben az áll, hogy hát a fasizmussal szemben még a becsületes tőkések is összefoghatnak a, a kommunista vezetésű, úgymond haladó erőkkel. Na most gondoljuk-e, hogy ezek után egy derekszögű kanyar, mm. sőt, mondanám, az, hogy egy, egy új kanyar következik? Hát volt szerintem annyira rutinos kommunista, hogy ez nagy Persze. gondot nem okozott neki, tehát álmatlan éjszakai erkölcsi dilemmai nem voltak emiatt. Az biztos, hogy nem, inkább azt mondom, hogy, 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 hogy ezt hogyan adja el, tehát maga a kidolgozás. Lehet, hogy szokatlan lesz a kérdés, de ugye azt tisztáztuk, hogy mindenki hazudott. Stalin is hazudott a céljait, illetve Hitler is hazudott a céljait. Ki árt jobban ezzel a megállapodással? Ki nyert nagyobbat vele? Ez nem egyszerű kérdés, attól is függ, hogy milyen időpillanatot Így nézünk. Ugye itt, ha ugye, tovább bontjuk az események fonalát, hogy Hitler megszabadul a két frontos háború rémétől. 40 decemberéig. No, no. Igazából sikerül neki ugye, Lengyelország, neki jutatott részét elfoglalnia, nyugaton is viszonylag gyorsan Sikerül a nyugati hadszintéren győzelmeket aratnia. Ahol az ő koncepciójába hiba csúszott, vagy homokszem került a gépezetbe, az az, hogy Nagy-Britanniával nem tudott egy módus vivendit kialakítani a Franciaország összeomlása után. Tehát mindig ott lesz a hátában Nagy-Britannia egy tengeri hatalom, és, és mögötte kimondatlanul is az Egyesült Államok, aztán később majd nagyon direkt szövetségesként. Ugye, ami Stanent illeti, itt arról már volt szó, hogy Kimarad a háborúból, van ideje felkészülni, egyébként 39. szeptemberitől egy nagyon intenzív hadseregfejlesztési és fegyverkezési program kezdődik a Szovjetunióban, készülve a küszöben álló háborúra, ahol az ő koncepciója, megbukik ez megint csak 40 nyara, a gyors német siker, tehát elmarad a nagy, a feleket kimerítő európai háború, ugye itt bukik igazából a sztálini, koncepció. Ugye aztán 41 júniusában ugye Németország és szövetségesei megtámadják a Szovjetuniót. Ebből a háborúból a Szovjetunió irgalmatlan emberi és anyagi veszteségekkel kerül ki, Németország gyakorlatilag teljesen összeomlik, a Szovjetunió pedig ugye ezen hihetetlen áldozatok árán a utáni, 45 utáni, időszak egyik ugye, meghatározó szuperhatalma lesz a világon. Tehát nagyjából ez a tehát élt élet, ez a, ez a e, Igen, és, és volt szó ennek a kiterjesztéséről, konkrét katonai szövetség irányába. Ezek voltak ugye Molotovnak az 1940. novemberi Berlini tárgyalásai, de hát ő már oda úgy érkezett, hogy Persze ezt majd az Attila kicsit cizelválja, meg helyre teszi, hogy a tárgyalási szókincse abból állt, hogy nyet. Ez természetesen nem egészen így igaz, de a fővonalakat jellemzi. Én egyébként azt hiszem, hogy, hogy a szovjetek jártak vele jobban. Tehát egy olyan ö, helyzeti előnyöket tudnak gyakorlatilag teremteni a paktumból, ami ami a németek számára egyre inkább egérfogóvá ö, fog ö, fajulni, ha szabad így fogalmazni. Tehát, ö, és itt jön be, amit említettem, hogy, hogy nem minden, tehát a sietve kötik meg, és azért nincsenek vetisztázva például a Balkán irányába a dolgok. Ott nincs megmondva, hogy, hogy, akkor pontosan ki mit akar, Molotov úgy érkezik Berlinbe, hogy benyújtja az igényét például Magyarországra is. És, és mivel a Szovjetunió ö, szállítja a nyersanyagokat a Németországnak, ö, ott van gyakorlatilag a, a, román olajforrások mellett egy, egy, egy macska ugrásnyira. Ö, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a, a Baltikum ö, után a skandináv országok közül el fogja vinni Finnországot is. Arról keveset beszélünk, hogy vezajlik a tévi háború, megkötik a békét Moszkvában, de utána Finnország vehetetlen helyzetbe kerül. A szovjetek folyamatosan újabb követeléseket terjesztenek elő, ott beveszolnak Finn-Szovjet baráti társaság, még ilyen is alakul, a svédek irányába is elkezdenek kacsingatni a szovjetek. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy Németországot a paktum alapján esetleg elkezdik megfolytani. És én ezzel nem akarom felmenteni, hogy hát ezek után muszáj volt megtámadniuk, hát nem, tehát ez senkinek a felelősségét nem akarom elvitatni. Csak azt akarom mondani, hogy a, a szovjetek azért nagyon ügyesen játszanak a paktum adta a lehetőségekkel, amik mögött az ő természet adta, illetve földrajzi lehetőségeik is vannak. Attila. Így van, tehát alapvetően de az a helyzet, hogy 19, a 1940 novemberi egy látogatása kapcsán, ugye Hitler egy nagyívű koncepciót próbál, hát mondjuk így, hogy lenyomni a szovjetek torkán, hogy egy, egy négy hatalmi paktumot kötni, hogy a világ sorsát a jövőben ugye négy nagy hatalom irányítsa, Németország, Olaszország, Japán és a Szovjetunió, tehát a három hatalmi egyezményhez való csatlakozásra próbálja meg a szovjeteket rábízni olyan uh, ígéretek, akikkel, hát nyilván, hogy a kibisznek semmi se a drága, hogy a Szovjetuniók elsősorban az lenne az érdeke, mondja Hitler, hogy a déli meleg tengerekre üssön ki, tehát India, Perzsa, őből felé terjeszkedjen, ugye ez alapvetően egy angol érdekterület volt, hogy a Szovjetuniók erre kellene terjeszkednie, és ez esetben, ha a szovjetek ezt elfogadják, akkor ilyen nagyon stabil, nagyon erős négy hatalmi együttműködést lehetne kötni. Most ez igazából egy csapdahelyzet is volt a szovjetek számára, ez Stalin átlátja, és megadja maga feltételeit, megküldi maga feltételeit ahhoz, hogy a szovjetek ugye milyen pontok mentén hajlandók csatlakozni, ha lennének hajlandók csatlakozni a négyhatalmi megállapodáshoz, és hát itt nagyon sok olyan Európát és ezt a köztes Németország és a Szovjetunió közötti köztes térséget érintő pont van, ami hát a Berlint nem alaptanul idegesíti. Ugye itt említette Áron Finnország példáját. A szovjetek ragaszkodnának hozzá, hogy a németek vonuljanak ki Finnországból. Finnország teljes mértékben ugyanúgy, hogy a többi balti állam kerüljön szovjet érdekszférába. Valóban itt elhangzik az, hogy a Molotov közli Hitlerrel, hogy Románia és Magyarország sorsa a Szovjetuniót nagyon érdekli, és azt szeretné a Szovjetunió, ha erről vele a németek megállapodnának. Most, hogy itt az egész Magyarországra vonatkozó igény van a -e emögött, vagy pedig Kárpátalja, amire hát a szovjetek természetesen igényt tartottak. Ha hivatalos politika nem is, de hogyha megnézzük a Komintern irányvonalát, a Komintern kidolgozott programját a térséggel kapcsolatban, akkor abból ez nagyon világosan kiolvasható. Innen délre haladva a Balkára, Bulgáriával katonai segítségnyújtási egyezmény kötését sürgették, valamint bázisokat a tengerszorosokban. Ugye ez az, az orosz szovjet diplomácia régi törekvése volt, hogy a tengerszorosokat valamiféle. Konstantinápa és a Dardan ellen. a. Ö, az ellenőrzésük alá vonják. Tehát ezek azok a feltételek, amivel azt mondja, hogy a, a Szovjetunió esetleg hajlandó megfontolni a négyhatalmi egyezményben való részvételét. És hát ezek azért nyilván Németország számára kevéssel fogadhatók, hogy finoman fogalmazzunk. Úgyhogy végül is két évet élt ez a paktum, aztán a háború lezárása után hát egy nagyon komoly politikai eszköz lett belőle, amennyire én utána olvastam ennek, hogy egy, a nyugat a második világháború kitörésének fő okaként mutatta be, ezt keleten pedig hát a, a, szovjet történészek gyakorlatilag Gorbacsovig tagadták ennek a létét is egyáltalán, hogy, hogy ez megtörtént volna. Mennyiben volt ez törvényszerű? hogy másképp fognak viszonyulni hozzá nyugaton és keleten. Hát, bocsánat, azt azért mondjuk el, hogy, hogy úgymond nyugaton nagyon gyorsan leveszik a napi rendről ennek a kérdését, onnantól kezdve, hogy közösen harcolnak a náci Németország ellen. És, 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 nem is igazánál érdekében senkinek feszegetni ezt a nagyon furcsa 1939 őszi, de 1940 A háborúba be lehetett volna dobni, hogy mégiscsak a Szovjetunió micsoda igen, de akkor, 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 igen, igen, ebben igazad van, de akkor, akkor úgy mond, a britek, a franciák, az amerikaiak, ők holának a történetben, hiszen nem csak arról van szó, hogy összefogtak, ezzel az úgymond ö, ö, a gonosz birodalmával, ahogy régen fogalmazott, hanem elnézték neki azt, amit Finnországgal csinált, mert az, az, az azért tényleg egy védhetetlen történet. Tehát ott, ott nagyon nehéz mellé beszélni. Ö, elnézték a balti államok kérdését, hát azt nem is ismerte el az Egyesült Államok, de, de azon se lovagolt így igazán. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a rész, amikor fölmerül az, hogy esetleg nem a náci Németország volt a legnagyobb gonosz, hanem ők ketten, mármint a nyugati szempontból nézve, ez... Szóval ezt azért kerülgetik, mint a hímes tojás, tehát ez nem esik ki a tudatból, de azért, azért nem ez a fő kérdés. Így van, és ugye ehhez meg annyit érdemes hozzátenni, hogy ugye 47-től a hivatalos amerikai külpolitikai doktrina feltartóztatás stratégiája, tehát az erőviszonyokból kiindulva tisztában vannak azzal, hogy amit már a Szovjetunió megszerzett, azon igazából változtatni nem tudnak, tehát elismerik. Többé-kevésbé a szovjet érdekszférát, Európában legalábbis, uh, hanem a fő gond az, hogy ez ne terjedjen tovább, Igen. tehát ne terjedjen ki olyan országokra, ahol hagyományosan erősek a kommunista pártok, mint mondjuk Olaszország, Körgország és Törökország így esetében. Van. Sőt, irán, szintén ugye? Nagyon komoly, tehát, hogy ne dőljenek tovább a dominók, és ez viszi el igazából az energiát. Tehát lényegét tekintve ez a titkos megállapodás, a Ribbentrop-Molotov-paktum és a nagyhatalmak megállapodása. Teheránba vagy Jaltába lényegét tekintve nagyon hasonló egymáshoz? Nyugodtan mondhatjuk, a nagyhatalmak azért nagyon sokszor érdekszférákban gondolkoznak. Most nyilvánvalóan a Molotov-Ribbentrop az két totalitárius hatalom megállapodása, ez egy kicsit kiemeli a többi közül, na de azért az, hogy érdekszférákat osztogatnak föl, az azért egy nagyhatalmi sajátosság. Jó, csak mégis erről a molotov ribbentrop paktrumról úgy beszélünk, mint az ős minden rossznak a forrásáról, a második világháború egyes számú kiváltó okáról. Hát, hogy az egyes számú kiváltó oka volt, én azt gondolom, az egyes számú kiváltó oka az első világháború utáni rendezés volt. Tehát ebben, így. már, ebben már bele volt kódolva. Maga a molotov ribbentrop paktum egy nagyon fontos lépés volt a felé, hogy a közvetlen háborús cselekmények meginduljanak, hiszen ugye Hitlert megszabadította a két fontos háború rémétől, de igazából a nagy összecsapás az már zajlik. Tehát valóban 39. szeptember elsőjét szoktuk tekinteni a második világháború kitörése időpontjának, de igazából ugye már a 30-as évek második felében zajlanak olyan fegyveres konfliktusok, amelyek egy ilyen nagy világégés felé mutatnak. A spanyol polgárháborútól kezdve itt Áron, de előbb említette Kínát, Mongóliát, a szovjet-japán háborút, az olaszoknak az abesszín részvétele, tehát zajlanak már olyan háborús konfliktusok, amelyeknek az eredője e felé mutat, de Európában kétségtelen, hogy a, a zsilipeket a Molotov-Ribbentrop-paktum nyitotta fel. A szovjetek szégyelték ezt, azért titkolták? 89 hát Azért Ez, hogy, ez, hogy szégyelni, ez, ez azért nagyon erős, ők egy jó ö, okkal tagadták ennek a vétezését. Tehát ez emögött, emögött azért volt egy, egy ráció, egy államrezon. tehát pontosan, hogy a titkos megállapodás, a titkos jegyzőkönyv létezését tagadták, <haz> magának a, a meg nem támadási szerződésnek. A a azt nem lehet ezt hogy volt. volt, így van a titkos, titkos paktumnak a létezését tagadták nagyon-nagyon sokáig. Ugye az is engem úgy meglepett, hogy miért kellett ezt egybekötni, ezt a kettőt, a felosztást, Európa felosztását, meg a meg nem támadási szerződést, miért nem lehetett ezt külön. Igazából azt szokták mondani, hogy a meg nem támadási szerződés volt a boríték, amivel Hitler beletette a vesztegetési pénzt Stálinnak az érdeksférákat. Ha nagyon szigorúan nézzük, akkor a meg nem támadási szerződése nem volt igazából szükség, mert érvényben volt, hogy többször meghosszabbították az Szovjetuniós Németország között az 1926-os barátsági és meg nem támadási szerződést, hogyha a felek betartják ennek betűjét és szellemét, akkor nem fordulhat elő, hogy az egyik megtámadja a másikat. Tehát ebben az értelemben nemzetközi jogi szempontból nem volt szükség egy ilyen meg nem támadási szerződésre. Ugye ezért szokták mondani, hogy ez volt az a boríték, amiben Hitler betette a mm. kenőpénzt Stálinnak a semlegességért. Milyen szép plastikus hasonlat Na most ugye arról is ejtsünk egy szót, hogy 1989-ben a lengyel-szovjet történész vegyes bizottság mondja ki, hogy, hogy ez vétezett. De azt is állítják, hogy a szovjet eredeti az már nem lehető fel, de de van itt német, meg angol fordítás, és az is jó. Utána 1992-ben kerül elő. Egy mikrofilm. A, igen, az SKP archívumából maga ez a titkos jegyzőkönyv. És még egy nagyon fontos, ami a az ügy emlékezetét illeti, 1989. augusztus 23-án zajlik be a balti népek énekő forradalmának egy fontos felvonása, ez az élő lánc, ami gyakorlatilag mind a három országon sok száz kilométeren keresztül húzódik. Augusztus 23-án állnak össze az emberek, tehát Észtország, Lettország, Litvánia, és ezzel tiltakoznak tulajdonképpen a nagyhatalmi leosztás ellen, és állnak ki a nemzeti függetlenség eszméje mellett. Nagyon szépen köszönöm Kolontári Attilának és Máti Áronnak, hogy itt voltatok. Ez volt a Farkasverem a Hír FM történelem órája, én Velkovics Vilmos voltam, jövő héten is várom Önöket, köszönöm szépen a figyelmüket.